napot kívánok, akkor meg egy láthatósági mellényt látni lehetőségi akcióban, ezt tessék betenni. Láthatósági mellényt ad át a rendőrség munkatársa ennek a férfinak az egyik szekszárdi benzinkúton. A Látni és Látszani országos balesetmegelőző kampány keretein belül a biciklivel és autóval közlekedők olyan ajándékokat kapnak az egyenruhásoktól az elkövetkezendő hetekben, amely biztonságosabbá teszi a közlekedésüket. Ez a férfi rendszeresen jár kerékpárral, és fontosnak tartja, hogy látható legyen az utakon. Én ajánlom ám tényleg mindenkinek, én is a sofőr dinasztiába dolgoztam annak idején, azért jönnek a ködös hideg idők. Nem egy egyszerű történet egy biciklist észrevenni, ez tényleg így van. Felcsattintom a kezére, ez jó. Akkor maradhat is itt, mert ez egy ilyen. Bolyás János évente akár 4000 kilométert is megtesz kerékpárjával. Közlekedés állítólag veszélyes üzem, és sokszor veszélyeztetve is érzem magam. És akkor legalább tegyek meg akkor annak érdekébe valamit, vagy lehetőleg mindent, hogy elkerüljem a vagyis kevesebb, kisebb esély legyen arra, hogy baleset érjen. A téli időszak közelettével nagyon fontos, hogy megfelelő figyelmet fordítson mindenki a láthatóságra, megelőzve a baleseteket, mondta el Szabácsi Szabolcs, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság közrendvédelmi osztályának a vezetője. A kampány december 10-ig tart. Ez idő alatt a megye több területén megtalálhatóak lesznek majd az ajándékot osztó egyenruhások. A látási viszonyok megváltoznak az útviszonyok, párás, ködös idő lesz, csúszós lesz az út, és ehhez kapcsolódik ez a rendőrségi kampány, ami most már évek óta visszatérő, tehát mondhatjuk azt, hogy hagyományosan újra ez a kampányunk van. Ezzel próbáljuk a közlekedésben résztvevőket arra sarkalni, hogy nem csak látni, hanem látszani is kell, és ez tulajdonképpen évek óta a mottónk is. Azonban nem csak láthatósági eszközökre lehet szert tenni az akció kapcsán. A csatlakozott autószervizek ingyenesen átvizsgálják a gépjárművet, és felkészítik azokat a téli időszakra.